vannak dolgok, amik nem változnak. Kötözik a szalagokat a májusfára a lányok bátaszéken, majd a fiúk következtek. A város májusfájának felállítása nem ment egyszerűen, még a tűzoltók segítségét is igénybe kellett venni. A településen ez már hagyománynak számít, mondja Kalmár Éva, a Felvidék Néptánc Egyesület elnöke. A népcsoportok gyermek táncosai népviseletbe gyülekeznek itt a Szent István téren, a leánygyermekek felkötözik a színes szalagokat a város májusfájára, és a fiúk meg segítkeznek a helyi tűzoltóknak felállítani a fát. Az eseményen részt vett a település polgármestere, Bozsolik Róbert is, aki elmondta, a retro majálissal a régi időkre kívánnak visszatekinteni, miközben a közösséget is építik. Hát fontosnak tartjuk, hogy ezen program keretében próbáljuk a város belül a közösségi életet erősíteni, és ennek fontos állomása többek között az, hogy ezt a hagyományos majálist is megszervezzük. Egyszer ezt, egyszer azt, megláttam a hűs tavaszt, egyszer azt, egyszer ezt, ahogy lassan táncba kezdem. A Szekszárdi Prométeusz Parkban gyermek és családi műsorokkal, koncertekkel és játékokkal, kézműves és kirakodó vásárral várták a látogatókat a városi retro majálison. A kínálatból nem hiányozhatott például a körhinta és a kakasnyalóka sem, de a színpadi fellépők között is olyan igazi régi motorosokkal találkozhattunk, mint az 50 éves Kaláka együttes, vagy az UFO. Azért is nagyon fontos szerintem ez az esemény, mert pláne akkor, amikor hosszú a tél, és kicsit hűvösebb a tavasz, és egyébként a május 1-én már kellemes idő van, akkor az emberek nagyon nagy örömmel látogatnak ki a természetbe, és tényleg itt a Prométeusz Park egy nagyon ilyen természetközel élményt is tud adni. Szóval sok szempontból szerintem egy jó helyszín, egyébként pedig azt gondolom, hogy kiváló kulturális kínálattal találkozhatnak az érdeklődők. A résztvevők elmondása szerint a majális tényleg retro hangulatban zajlott. A felnőtt generációk gyerekkorát idézte fel, míg a mai gyerekek részesei lehettek szüleik, nagyszüleik egykori élményeinek. Mit csináltál ma itt? Kifestettük az arcomat, körhintáztam, sokat voltam a testvéremmel, vettünk játékokat. Tehát mit mondasz, szerinted miért jó egy majális? Mert sok ember itt van. És megkaphassátok a jól megérdemelt ajándékokat a mai nap nyújtotta élmény mellett. Bonyhádon is majális tartottak május 1-én, elsősorban a sportra és az egészséges életmódra fókuszálva. A városi sportmajálist már harmadik éve rendezik meg, a város lakói pedig jól fogadták az újításokat. A közösségteremtés szolgálja, és azt, hogy a város lakóinak legyen egy olyan programja május 1-én is, ahol együtt tudnak lenni, ahol kikapcsolódhatnak, és nem mellékesen sportolhatnak is, hiszen az egészséges életmód is a középpontban van ezen a rendezvényen. Ennek jegyében szerveztük meg az idei évben is ezt a rendezvényt. A majálisozók nem csak sportolhattak, hanem több bemutatót is megtekinthettek. A mentősök műsorát nagy érdeklődés övezte.